Magyar hangok. Szilágyi Csenge, Horváth Illés, Bence Ilona, Szacsvai László, Bozsó Péter, Bogdányi Titanilla, Besenci Árpád, Trokán Nóra, Szatori Dávid, Igó Éva, Farkasházi Réka, Tóth Enikő, Földes Eszter, Mészáros Béla, Tornyi Ildikó, Makrai Gábor, Barcs Kata, Csifó Dorina, Beregi Péter, Rubol Dödön, Tasnádi Bence, Rosta Sándor, Tímár Éva. Magyar szöveg Seres Bernadett és Szatmári Bence. Hangmérnök Nikodém Norbert. Vágó Baja Gábor. Gyártásvezető Derzsi Kovács Éva. Szinkronrendező Hornyák Mihály. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Piszkos pénz, tiszta szerelem. Tényleg szeretnék veled menni. De tudod, hogy nem tehetem. Mert nincs merszed Ömer szeme elé kerülni, ugye? Jól teszed. De ne aggódj, fogsz vele találkozni, mert elmondok neki mindent, amit tudok rólad. Azt is, hogy életben van a bátyja, és te állsz az egész mögött. Szerinted Ömert mennyire fogja érdekelni így, hogy Elif haldoklik? Elifnek nem lesz baja, jó? Imádkozz, hogy így legyen, különben rajtad fogom levezetni a dühömet. Kérem, Elif, hogy van? Ugyanúgy, ahogy 5 perccel ezelőtt volt. Nincs változás. Nedret néni, előkészítettek egy szobát. Ha szüksége van rá, nyugtatót is tudnak adni. Kérem, jöjjön. Nénikém, ne ücsörögj itt, inkább dőlj egy kicsit, kérlek. Pihenj egy kicsit, Filiz elkísérd, jó? Menj csak. Kérem. Segít. Jöjjön velem. Úgy. Asli! Hogy van, Elif? Kérlek, mondd, hogy hamar fel fog épülni. Még várnom kell. Istenem, add, hogy ne legyen semmi baja. Add, hogy ne történjen tragédia. Történhet megint ilyen. Nili, nyugodj meg, kérlek. Erősnek kell lennünk. Nekem is nagyon nehéz, hidd el. Sosem lesz vége a fájdalomnak. Vége lesz. De hogy történt? Ki tette ezt vele? Még nem tudjuk. De nagyon sok vért vesztett, még idehozták a börtönből. És... És mi, Asli? Elif 2 hónapos terhes volt. De sajnos... a baba nem élte túl. Ömer, hogy képes elviselni? Nem tudja. Nem mondtam el. Jól döntöttél. Nem kell megtudnia. Nem lenne értelme elmondani neki. Csak teljesen összetörne tőle. Jobbulást, apukám! Hagyj nyitva az ajtót, Fati! Jól érzem, hogy nem akarsz kettesben maradni velem. Megbántasz?
Csak annyit tudtam, hogy fontos műtéted van, de eltűntél, nem tudtam rólad semmit. Nagyon szép az élet, Fati. De az idő egyre csak szalad. Nem lehet visszaforgatni és semmisíteni a múltat. Mindenki a saját seggét védje. Ez lesz az új mottóm. Milyen bölcs szavak a nagy Tajár Tündártól. És hogy vagy? Jól, jól. Szinte már keltem is volna ki az ágyamból, amikor a drága Mumtáz egy igen aggasztó hírrel állított be hozzá. Biztos te is hallottad, hogy Ömer mire készül már megint? Nem, még nem. Elmondod? Meglátogatta az ügyészt. Minek? Meg van győződve róla, hogy még életben van a bátyja. Ez a legnagyobb hülyeség, amit valaha hallottam. Hiszen saját két szemével látta a bizonyítékot. Úgy látom, hogy kicsit kezd az agyára menni a munka. Könnyen lehet. Azt hiszi, hogy ezzel kihozhatja Elifet a börtönből, az a szerencsétlen bármire képes a szerelemért. Persze, de Hüsszein nem fogja tudni visszahozni a sírból. Hogy is hozná, elvégre jó mélyre elásták, nem de? Ha? Nézd! Én lelőttem. Elif felgyújtotta, Ömer pedig eltemette. Itt a vége. Ömer saját kezűleg szórta rá a földet. Hogy gondolhatja, hogy él? Te az ő helyében bebetonoztad volna a sírt. Elvégre te jártottál neki a legtöbbet, nem de? Így van. Csak hogy ez a Demir család elég érzelgős. Hogy Hüsszein nehogy egyedül érezze magát ott lent. Még kicsi lyukakat is vágtak a koporsóra, hogy kiláthasson belőle. Na, járul. Bevisszük a kórházba, hogy elvégezzük a vizsgálatokat. Mehetünk, doktor úr, mehetünk, mehetünk. Doktor úr, vigyázzon az apámra, vagy pórul jár. Magától értetődik. Hát, nem akarom elhúzni a látogatást. Indulnom kell. Jobbulást. Jó egészséget, fiam. Jó egészséget. Sikeres volt az akció. Pont ahogy sejtettem, hallott a sírról, de rám egyáltalán nem gyanakszik. Tényleg tökéletes lett a terved. Senki sem hiúsíthatja meg. De vajon Ömer Demir mi alapján gyanakszik, és miért ment el az ügyészhez? Ez nagyon jó kérdés. Most, hogy feltetted, válaszold is meg. Megcsináltad, amit kértem? Elintéztem. Hagytam neki ott egy telefont. Ha probléma lesz, könnyen értesíteni tudjuk Hüsszeint. De ne hagyd, hogy bárkit felhívjon. Mondd meg a nővérnek, hogy figyeljek. Igenis. Demet! Vedd fel a telefont! Hát minek jártatom én a számot? Mindent nekem kell csinálni. Halló! 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 Nem hallom, amit mond! Halló? Ki van ott? Anyukám. Anyukám, én...
Hé! Ugye vannak embereik, akik figyelemmel követik Fatit és Nedetet? Igen, uram. Ahogy parancsolta, utána küldtünk pár embert. Helyes. Minden egyes lépésükről beszámolót kérek, érted? Mumtász hol van? Valami dolga volt, uram. Csak beugrott, aztán elment. Mi az, hogy dolga van? Hova a pokolba ment? Nem tudjuk, tájárút. Azonnal hozzá elém azt a hülyét. Velike, fényes napon egész máshogy néz ki ez a környék. Nem lehet, hogy rossz helyen járunk, kedves lányom? Nem, Fatma néni, én felismerem ezt a helyet. Még a szemem előtt látom a helyet, ahol tegnap járt. Jó. Jó munkát, testvéreim! Segíthetünk? Tegnap itt jártunk, akkor volt itt egy férfi, kb. Olyan magas, mint ti, sötét hajú, sötét szemű. Olyan nem dolgozik itt. Hogy? Tegnap este volt itt. Van nála valami, ami a miénk. Szólj neki, hogy adja vissza. Éjjel zárva tartunk. Dolgozik még itt egy ember, de az alacsonyabb. Szerintem másik műhelyt kerestek, nővérem. Nincs itt több magas ember, csak mi hárman. Hogy nincs? Odaadtok neki a táskát és bement ide. Nem, az nem lehet. Fatma néni, érti ezt? Mélike! Biztos jó helyen vagyunk. Jó ég! Jó ég! Fatma néni, mi lesz most velünk? Jaj, nekem! Nem tudom! Jaj, nekem! Ömer úr, nyugodtan csatlakozzon a családjához. Ígérem, amint lesz valami változás, azonnal szólni fogunk. Azzal nem segít Elifen, hogy itt ácsorog. Egyszerűen nem tudom itt hagyni. Rendben, ahogy jónak látja. Ömer! Hogy van, Elif? Van változás? Még semmi, bent van. Nem megmondtam, hogy ne gyertek? Elif, a mi barátunk is, nem kell hozzá az engedélyed. Ömer, ne aggódj, nem hagytuk félbe az ügyet. Ipek és Tolga most is dolgoznak rajta. Megtudtatok valamit? Egyelőre még nincs kézzelfogható bizonyítékunk. Viszont az ügyész végül kiadta az engedélyt a sír felásására. Hisz ez nagyszerű hír. Persze, megértjük, ha itt akarsz maradni, majd mi elintézzük. Nem megyek sehová, amíg Elif fel nem ébred, haver. Úgy érzem, ha magára hagynám, valami szörnyűség történne vele. Még aludni sem merek. Ömer, ne aggódj. Sosem hagyna itt téged. Úgy legyen. Nézd, hoztam neked valamit. Ez mi? Napló, amit Elif írt a börtönben. Az egyik cellatársa küldte el utána. Akkor mi megyünk is vissza. Szólj, ha szükséged van valamire, jó? Köszönöm nektek. Akkor szia. Életem. Bárcsak fogadnám a kezedet. Nincs más, amit jobban szeretnék ebben a percben. Azt tud a legjobban bántani, akit szeretsz. Azt tud a legjobban tönkretenni. Szerint Elif Denizert, aki Hüseyin Demir meggyilkolásának vádjával van börtönben, súlyosan megsebesítették, és jelenleg a Bashar kórház orvosai harcolnak az életéért az intenzív osztályon. Halló!
A tudakozó számát hívtam. Megmondaná, hogy hogy tudnám elérni a Bashar kórház ügyeletét? 37-48, köszönöm. Bashar kórház, miben segíthetek? Egy beteg után szeretnék érdeklődni. Az intenzíven Elif Denizer, hozzátartozója vagyok. Kérem, várjon egy percet, már is hívom az intenzív osztályt. Ott van. Halló, milyen az állapota? Múlt éjjel volt az operációja. Megfigyelés alatt tartják az intenzíven. Sajnos még mindig eszméletlen, uram. Vagyis ez mit jelent? Még nem ébredt fel az operáció óta. Az állapota még mindig kritikus, de már stabilizálódott. Értem. Az Isten büntessen meg téged, Hüszein. Te tehetsz mindenről. Az Isten verjen meg! A lényeg az, hogy írd újra a jelentést, csak hogy minden elsimuljon. Az a gond, hogy az első jelentést is én írtam, de megteszek minden tőlem telhetőt. Ha valamit bakizol, arra rámehet az állásod. Az új DNS mintát megint a lábból kell venni. Értetted? Ne aggódjon, a láb az egyetlen épszövet. Csak onnan tudnak mintát venni. Az se baj, ha más csinálja. Ne aggódjon! Nem számít, ki fogja felnyitni a sírt. A vizsgálat be fogja bizonyítani, hogy a koporsóban Hüszein Demir holtteste van. Úgy legyen. Különben mindkettőnknek vége, doktor. Légy óvatos és járj nyitott szemmel. Mikor reggel megláttam azt a sárkányt, egy kicsit megijedtem, nyomozó, de bebizonyította, hogy nincs semmi, amit a szerelmem ne tenne meg érted. Ezután a reggel után tele lettem reménnyel. Azt mondta, most nem adhatod fel, Signorina, mert a nyomozó ki fog juttatni innen. Napok óta először bíztam újra a jövőmbe. Lehet, hogy nem holnap lesz. Lehet, hogy több idő eltelik, míg újra láthatlak. És még sokáig nem tehetem a kezemet az arcodra. De én várni fogok. Csendben és türelmesen. Mert nagyon jól tudom, hogy te szavak nélkül is megértesz engem. És tudom, hogy veled fogom leélni az életemet. Ömer, van már valami hír? Semmi. Az orvos mondott nekem valamit. Nem titkolhatom el előled. Mit mondott? Nilüfernek azt ígértem, hogy nem mondom el neked. De minden rossz, ami velünk történt, a hazugságok és a titkok miatt volt. Ezért úgy érzem, jobb, ha együtt birkózunk meg a fájdalommal. Miről beszélsz, Ashley? Mivel kell megbirkózni? Elif.
Babát várt Ömer. De az orvos azt mondta, hogy nem tudták megmenteni. Őszinte részvétem. Ablak alá menjetek játszani! Nem igaz, hogy nem vagytok képesek tanulni hagyni! Hát te meg mit csinálsz itt? Nagyon hiányoztál. De mert, ha a nagymamám meglátja, hogy itt vagy, bajba kerülünk. De még úgy nézdélek egy kicsit. El kell menned, mert mi lesz, ha bejön és rajta kap? Jól van, elmegyek, de csak ha holnap este találkozunk. Hát, te tudod, akkor most fészket fogok rakni az ablakod alá, te meg majd néha dobsz ki nekem egy pár morzsát. Jól van. Ígéred? Persze, megígérem, de most menned kell. Gyere. Na, mi lesz? Demet! Mondd csak, nagymamám! Nem tudod, merre jár az anyád? Biztos Fátma nénivel mentek el, mert ő sincs itthon. Szólhatnának, ha elmennek itthonról. Kérlek, telefonálj nekik, hogy jöjjenek haza. Megbeszéltük, hogy ma el fogunk látogatni apád sírjához. Kezdj el te is készülődni. Gyere! Nem zavarok, Tájár úr? Gyere, gyere, gyere! Fati úr nemrég találkozott egy emberrel. Elég hosszan beszélgettek. Fati úr pedig ideges volt. Ki volt az az ember? Nem tudjuk, uram. Akkor minek kerülsz elém anélkül, hogy kiderítetted volna, te ostoba? Kifelé, takarodj, és addig ne gyere vissza, amíg meg nem tudod, kivel beszélgetett Fati! Gyerünk! Mondtam, hogy ne telefonálj ennyit, öreg apu, csak is akkor, ha vészhelyzetben vagy. Az egész tervet kockára teszed vele. Engem te csak ne figyelmeztetges, fiam. Mi kéne? Rossz híreim vannak. Ömer gyanakszik, hogy életben vagy. Miről beszélsz? Engedélyt kért az ügyésztől, hogy felássák a sírt. Akkor bajban vagyunk. Tennünk kell valamit, mielőtt megtud valamit. Te már bemutattad, hogy intézed a dolgaidat. De én mindent meg fogok tenni, hogy elsimítsam az ügyet. Viszont nagyon óvatosnak kell lennünk. Jobb lesz, ha egy ideig nem találkozunk. Sőt, az is lehet, hogy soha többé nem látjuk egymást. Ömer miatt még inkább sietnünk kell. Te minél hamarabb tedd meg, amit kell. Küld az apámat a túlvilágra, aztán hagyd el az országot. Nem lesz gond, fiam. De előbb végre valahára. Váltsd be nekem az ígéretedet. Jól van, meg fogod kapni a pénzt. A pénzt? És a másik ígéreted? Mert nem csak pénzről beszéltél. Igen, tudom, az örökösöd. Pontosan. Hozd el Burhant, Ömer tudta nélkül. Nem kell aggódnod, már napok óta dolgozom rajta. Még egy pár napot, neked pedig... Hozd el nekem a fiamat. Én is állom a részemet. Átküldöm azt a rohadék apádat a túlvilágra. Megegyeztünk? Thank you.
Gondoltuk volna, hogy ez lesz. Miért adtuk volna szándékosan rossz embernek? Biztosan becsapott minket. Kérem vissza a táskát. Nem érdekel, honnan szeditek elő, visszaszerzitek. Nincs nálunk. Megesküszöm mindenemre. Csak mondja el, hogy mi volt benne, és veszünk helyette ugyanolyat. Vagy visszafizetjük az árát, kérem. Rendben. Legyen, ahogy akarod. 6 óra múlva találkozom a táska valódi tulajdonosával. Ő pedig nagyon nem örülne neki, ha üres kézzel állítanék elé. Ha tényleg annyira segíteni akartok, ahogy mondjátok, akkor mostantól számítva 6 órán belül hozzatok nekem 100 000 dollárt. Vagy valami más értéketekkel fogjátok törleszteni a tartozásatokat. Végünk van, Fatma! Végünk van! Ki? Az úrról hívnak. Biztos anyuka. Mondd, anyuka. Melike, lányom, merre kóboroltok? Gyertek gyorsan haza! Elif megsérült és kórházban van. Azonnal oda kell menni. Hogy megsérült? Ki? Jól van, anyuka. Ki? Mennünk kell gyorsan. El kell mondanom valamit, de nem tudnék a szemedbe nézni közben. Ha ébren vagy, muszáj tartanom benned a reményt. Az élet mindig könyörtelenül megfoszt minket a jó dolgoktól. Még a legnehezebb időkben is. Pedig olyan szép célokat tűztünk ki magunknak. A remény volt a támaszunk. Időnk sem volt arra gondolni, hogy babánk legyen. Arra főleg nem, hogy elveszítjük. Arról se beszéltünk, hogy fiút vagy lányt szeretnénk. Vagy hogy egyáltalán szeretnél-e tőlem gyereket. Nem beszéltünk. Nem volt idő. Most elvesztettük egy részünket. Gyógyíthatatlan sebesett a szerelmünkön. Megmozdult a szeme. Szerintem hallott engem. Az csak reflex. Hallasz engem? Ha nem is én váltottam ezt ki belőle, tudom, hogy egyek vagyunk. Nem tudtam megvédeni a kisbabánkat. Bocsáss meg. Bárcsak nem mondtad volna el Ömernek. Nem titkolhattam el, joga van tudni. Mikor magamhoz ölelem majd a kisbabámat, arra fogok gondolni, mi lenne, ha nem történt volna ez a szörnyűség. Ez annyira furcsa, vagyis... furcsa a sors. Elif nem tudhatja meg, hogy meghalt a babája. Ömert nem tudod rávenni, hogy eltitkolja. Elifért megteszi. Nem mondja el.
Nem árulja el. A kisbabád mindenkit boldoggá fog tenni. Elif úgy fogja szeretni őt, mintha csak a sajátja lenne. És nem fogja megtudni, hogy az övéből angyal lett. Kisfiam. Anyukám. Hogy van ez? Nincs változás. Még nem nyitotta ki a szemét. Hogy van, Elif? Reméljük, hogy fel fog épülni. Reméljük. Demet, az egy pillanat. Halló? Igen, tudom. Látom, hogy valami más is aggasztja. Titkolsz előlünk valamit? Legalább anyáddal legyél őszinte, szívem. Elif babát várt anyukám. Volt egy kis babánk. De megölték őt. Isten nyugosztalja, kisfiam. Te nem magadat hibáztasd érte. Az volt a sorsod, hogy egy olyan gyermek miatt kell szenvedned, akit sosem vehettél a kezeidbe. Menj be, menj! És angyal lett. Fentről fog óvni majd titeket. Sakk és matt. Gyere! Tajár úr. Üdvözöllek, Mumtaz úr. Végre ide fáradtál? Hol a francban voltál ma? Teljesen megörültél? Uram, ahogy kértem, a Fati urat követtem. És mit láttál? Reggel találkozott Nilüfer asszonnyal. Együtt mentek a kórházba, hogy meglátogassa Elifet. Fati úr vitte autóval. Az én ostoba fiam. Örök balek. Sosem nő be a feje lágya. Jól van. És a nap folyamán nem láttad valami szokatlan csinálni? Nem ment valami szokatlan helyre? Vagy nem találkozott valami ismeretlen figurával, ha? Nem, uram. Ez volt minden. Ben yaptım yine mi benden keder? Bağlamaz mı seni sensizlik senden beter? Aşktan geçtim artık yoruldum yeter. Durumumuz vahim, kalplerimiz heder. İnsan ne kadar severse sevsin, ilk hatada bir anda yerle birsin.
acımız büyük, aşkın hükmü var. Sorma artık beni, ellerimde kirsin, boğazımda kalan. Ben senden geçtim artık, hayat olsan seni yaşamam. İnsan ne kadar severse sevsin, ilk hatada bir anda yerli birsin. Sonumuz bu mu, ayrılık mı yar? Söyle bu ne zulüm? Boynumuz bükük, acımız büyük, aşkın hükmü var. Sorma artık beni, ellerimde kirsin, boğazımda kalan. Ben senden geçtim artık, hayat olsan seni yaşamam. Sonumuz... Jó reggelt, Elif. Jó reggelt. Nővér, még mindig nincs semmi változás? Sajnos még semmi. De lehet, hogy ma fel fog ébredni. Nem lehet előre megjósolni, Ömer úr. Talán ma ébred fel, talán a héten valamikor, vagy egy hónap múlva, vagy... Ne, kérem, ne. Csak a tényeket mondom, uram. Most pedig menjen ki, kérem. Az is lehet, hogy nem tesz jót neki a jelenléte. Majd éjjel beengedem, ha nagyon szeretné. De tényleg nem akarok semmi gondot. Rendben, értem. Viszlát, szinyorina. Ömer, hogy van Elif? Kinyitotta már a szemét? Magához tért? Menj, te is pihenj le egy kicsit. Látszik, hogy nem vagy jól, Ömer. De, jól vagyok. Ti miért vagytok itt? Nem az őrsön kéne lennetek? Csak gondoltuk, beugrunk, hogy megnézzük, változott-e valami. Nem változott. De gondját viselik, jobban lesz. Reméljük. Gyerünk, nyomozó, hadd, hogy végre átvegyük tőled az őrséget. Te pedig menj és feküdj le végre. Nem akarlak itt látni, hagyd, hogy végre a testvérünkkel legyünk egy kicsit. Jól vagyok, Ashley. Ömer, mi is megfogadjuk a tanácsaidat, de most te fogadd meg a miénket. Bátyám, igazuk van. Engedd, hogy hazavigyünk téged pihenni. Megmosakszol, átöltözöl, összeszeded magad, aztán visszajössz. Sikítani fogok. Jól van, értem. Csak fordulok egyet, és már itt is vagyok. Ne hagyjátok magára, rendben? Persze, itt leszünk mellette, ne aggódj. Menj csak.